Folytatjuk is a voksot, és egész pontosan ott hagytuk abba, hogy Mesterházy Attila jelezte, hogy reagál a moszkvai kapcsolásra. Két dolgot szeretnék. Tehát esetleg talán, amit az úriember mondott, az két dolgot hozzáfűznék, hogy azt, hogy ő ott mit olvas, és az alapján milyen következtetés von le, az minket nem lep meg, hogy az apján azt a következtetés vonja le, hogy itt mindenki boldog ettől a háborútól Moszkvában. Hiszen ha majd esetleg az igazságot is megtudják, nem csak azt, amit a kormányzati propaganda agymosásként tol az orosz emberek felé, tehát látjuk, hogy még Magyarországra is elér, például a köztévén keresztül az orosz propaganda, vagy a Facebookon keresztül, akkor képzeljük ezt, hogy ez milyen mennyiségbe és minőségbe érkezik az orosz emberekhez. Tehát én azt gondolom, hogy nem ugyanazt a képet látják a háborúról Oroszországban, mint amit mi látunk, vagy éppen Ukrajna természetesen megtapasztal. Van arra esély, hogy legalább megközelítőleg ugyanazt látják? Van neki esélye, de ez nem most rövid távon fog előtteni. A másik, hogy azért, ha én üzletember lennék sikeres Moszkvában, akkor most én sem nagyon mondanék más, mint a központi orosz propaganda, mert ugye most nincs repülőgép sem, ami haza tudna jönni Magyarországba, hogyha menekülni kell. Tehát magyarul, most bocsánat, nem megbántva az urat, de azért picit levon ez az ő értékítéletéből az én szempontom, hogy elég nagy százalékot, hogy éppen most Moszkvában egy sikeres üzletnek a vezetője, amit gondolom nem akar elveszteni. És azért Oroszországban ez ugye így szokott történni, hogy akkor még a Shellnek is azt mondták, hogy húzzon a csodába, nem hogy a csokó nem tudom milyen manufaktúrának. Tehát ezért én azt gondolom, hogy ez kellő forrás kritikával kell kezelni, hogy mindenki happy, és azt meg visszautasítanám, már bocsánatot kérek, hogy azért mégis egy háború van, olyanokat nem mondjuk, hogy ahol fűrészelnek, ott van forgács is, mert emberek halnak meg napi szinten. Tehát én azt gondolom, hogy az úriembernek jobban meg kéne válogatni egy picit a szavait. Jó, ő ugye szerintem ezt a mondatot arra vonatkoztatta, hogy ezt a nyilván, tehát hogy az oroszok tisztában vannak azzal, hogy egy háború ezzel jár. Én arra utaltam, hogy én hogyan értettem az ő mondatait, és tudja mindig a kommunikációban az a fontos, hogy hogyan értik a mondataimat, nem az, hogy mi a szándék. Ez egy szerencsétlen mondat volt, itt emberek halnak meg. Nekem az ukrán kollégáim a NATO parlamenti közülésben fegyverrel védik Kijevet jelen pillanatban. Tehát én ezt nem tudom ilyen egyszerűen fölfogni, hogy hát most hát igen, háború van, és hát az orosz anyaföldöt védjük. Nem, kérem, itt egy agresszió történik. És ezt az agressziót egységesen el kell ítélni mindenkinek. Folytassuk azzal, hogy ugye az a mai bejelentés, miszerint felmerül esetleg az, hogy az azonnali EU-s csatlakozást engedélyezzék Ukrajnának, és ugye 8 ország erre rábólintott, ez közelebb viszi a konfliktust valahogy a rendezéshez, vagy épp, hogy orosz szempontból olaj a tűzre? Van erről egy bejátszásunk, erről a mai friss fejleményről. Állva tapsolták meg a képviselők az ukrán elnök beszédét az Európai Parlament rendkívüli plenáris ülésén. Zelenszkij videókapcsolaton keresztül elmondta, mindig azokra gondol, akik az életük árán küzdenek az ország szabadságáért. Hozzátette, azért is küzdenek, hogy egyenrangú tagjai legyenek Európának. Beszédét úgy zárta, bizonyítsák be, hogy velünk vannak, hogy nem engednek el minket. Zelenszkij hétfőn hivatalosan is Ukrajna felvételét kérte az Európai Unióba. Az ukrán elnök úgy véli, a csatlakozás különleges eljárással akár azonnal megtörténhetne. Bulgária, Csehország, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia közös nyilatkozatban fejezték ki, támogatják Ukrajna azonnali EU-s csatlakozását. A magyar álláspont ugyanez. A háború lassan egy hete tart, több civil áldozatról, köztük gyerekekről is tudni. Több ország, köztük Svédország, Németország, Hollandia, Észtország, Finnország, Norvégia is küld katonai eszközöket Ukrajnának. Orbán Viktor azt mondta, Magyarország nem küld fegyvert háborús övezetbe. Szijjártó Péter pedig úgy fogalmazott, hozzájárulnak, hogy az Unió fegyvereket szállítson Ukrajnába, viszont Magyarország kétoldalú alapon nem szállít fegyvereket. Hogy erről is mindjárt beszélünk, hogy ez valódi veszélyt jelentene Magyarországnak, illetve a kárpátaljai magyarok nézve, de először vissza az uniós csatlakozáshoz. Ez egy diplomáciai üzenet, vagy igazi realitása van egy gyorsított ukrajnai uniós csatlakozásnak? Én azt gondolom, hogy azt kell megnézni, hogy honnan jött ez az eredeti nyilatkozat. Ezt minden szomszédos ország és régiós ország az eredeti álláspontban aláírta, mi ugye később csatlakoztunk ehhez. Ez azért nagyon érdekes, mert én is ebben a szempontból tévedtem szerintem még pár hónapja vagy fél éve. Azt mondtuk a lengyelekről, meg a baltiakról az elmúlt 3 évben, hogy hisztérikusan orosz ellenesek, hogy múltbeli sérelmeket hoznak be a kétoldalú viszonyba. Hát azt hiszem ennél
nagyobb drámával nem tud kiderülni, hogy nekik volt igazuk. Tehát a minden diskurzus, meg ki mit olvas, meg ki szerint hol vannak rakéták, meg ki szerint ki kit sértett meg, a valóság a diskurzus alatt az, hogy nekik volt igazuk. És ez ennek a következménye, ez az EU-s csatlakozás nem oldja meg a konfliktust. Ezt az orosz nyomulást a háborún kívül meg a fegyvereken nem fogja más megoldani. Tehát ez nem lesz egy olyan dolog, amit a szankciók meg fognak oldani. Ez Ukrajnában úgy fog megoldódni, hogy az orosz katonák, meg az ukrán civilek, meg az ukrán katonák egymás életét fogják ki. Ez a dolog, ami történik, az önmagában a következménye. Úgyhogy én nem gondolom, hogy az ilyen szép gesztusoknak, mint az álvatapsolás, meg a Cannes filmfesztiválból való kizárás, meg hogy nem léphetnek fel az Eurovízión, tehát én értem, hogy mindenki akar valami szépet tenni, de ezt akartam az előző hozzászólásomban is mondani, hogy ezen túl vagyunk. Tehát mindenki vegye észre, hogy ez annyira érdekes, hogy politikus szájából, ez nagyjából olyan, mint hogyha egy katona szájából hallanám ezeket mondtam, a mondatokat. A háborúba, csak értem. Azt mondtam, hogy ezek a dolgok gyakorlatilag nincs értelmük. Én nem látom, hogy ezek ezt a ebben egyetértés van? Nem, semmiféleképpen nem. Tehát én azt gondolom, hogy ezt egy picit más szempontból is lehet nézni. Minden ilyen gesztus rendkívül sokat jelent. Az elitnek éreznie kell Oroszországba, hogy nem az a világ van soha többet, mint ami eddig volt. Tehát nem lehet boldogan karmesterként ünnepel sztár lenni ilyen-olyan európai fővárosokba, hanem haza kell menni Moszkvába, mert köszönjük szépen, nem kérünk itt magába, ha nem ítéli el természetes azt, ami történik. Tehát igenis van értelme ezeknek a szimbolikus lépéseknek. Kettő, az orosz elnök semlegességet akar elérni Ukrajna tekintetében, ezt egy erővel akarja ugye megtenni. Én azt gondolom, hogy Zelenszky elnök ezzel a lépésével, ugye itt egy tárgyalás is zajlik, még hogyha egyetértek a Péterrel, hogy közben nem állnak le a harci cselekedetek, az oroszok ezzel akarják nyomni az ukránokat természetesen, hogy nem állunk meg addig, amíg nincs megállapodás. Zelenszky elnök pedig azt mondta, hogy ha te semlegességet akarsz, de nem állapodtunk még meg, akkor én elindulok tovább abba az úton, hogy én meg minél erősebb euróatlanti integrációt akarok, és akkor mindenki elindult abba a tárgyalási pozícióba, ami ugye hát ellentétes tulajdonképpen egymással, de akkor a végén lehet azt mondani, most ez mindenki persze hipotézis, hogy azt mondjuk, hogy kivonulnak, elmennek innét a francba, és akkor lehet egy békét kötni, és akkor mondjuk esetleg azt mondja Ukrajna, hogy semleges státuszt elfogad. Ez az egyik szerintem, ami szerintem fontos. A másik, én beadtam tegnap egy írásbeli kérdést a miniszterelnöknek. Ez arról szól, mert ugye itt látom, hogy hirtelen pozícióváltás van, hogy most már mi támogatjuk Ukrajnának az Európai Uniós csatlakozását. Decemberben a külügyminiszter az én kérdésemre a külügyi bizottságban azt mondta, hogy nem lehetetlen, hogy a NATO-beli blokkolást ki fogjuk egészíteni európai integrációs kérdéskörökben is az ukránokkal szembe. Ez nem volt durván egy hónappal ezelőtt. Ugyanúgy a magyar kisebbségre hivatkozva nyilván. Így van, meg egyéb másokra. Na most kérem, azt kérdeztem a miniszterelnöktől, hogy fogjuk-e blokkolni továbbra is Ukrajnának a NATO-n belüli működését, már az a partneri rendszeren belül, hiszen blokkoljuk a NATO-ukrán bizottságüléseknek a miniszteri szintű egyeztetését, ez teljesen téves lépés, ezzel fel kellene hagyni jelenleg, és blokkoltuk azt is, hogy a kibervédelmi úgymond kiválósági központhoz a NATO-n belül csatlakozzon Ukrajna, ezt is a magyar kormány egyedülőként blokkolta. Tehát akkor most lássuk meg, hogyha itt ilyen boldog Szijjártó Péter és hirtelen támogatja Ukrajnának a csatlakozását, akkor mondják ki azt is, hogy a NATO-ban sem blokkolják tovább ezekben a kérdésekben Ukrajnának az együttműködését a NATO-val. Itt még van egy viszont válaszunk. Reagálnék majd Péterre. Aztán ezt a kör zárjuk le, mert még azért az egy fontos kérdés, hogy tényleg baj-e az, hogyha halált okozó fegyvereket átszállítanak Magyarországon, vagy sem. De itt nagyon heves ellentétet láttam. Igazán a heves ellentétben nem a politikai értelemmel van. Én egy picit más szemüvegen keresztül látom ezt az egész helyzetet, és én azt mondom, hogy nem csak a fegyveres konfliktus van, tehát több háborút vívunk egyszerre, most bocsánat, hogy ezt mondom, tehát a világban. Van egy kommunikációs háború is, van egy logisztikai háború is, ami ugye mindjárt téma lesz, van egy gazdasági háború is, és van a nyílt fegyveres konfliktus. És én valahogy minden egyes ilyen elítélő nyilatkozatra, nyilván önmagában tényleg abban egyetértek Attilával, tehát hogy fölállnak, tehát most a Zelenszkijt annyira nem hatotta meg, hogy ott mindenki tapsolt, tehát ebben igazatok van, de minden egyes elítélő nyilatkozat az én fejemben úgy jelenik meg, mint egy töltény, vagy egy lőszer, amit ilyen szempontból kommunikációs
fegyverként úgymond vissza lehet sütni Oroszország felé. Tehát én ezért mondtam ezt, hogy nem. A másik oldala, ugye ennek a gazdasági embargó szankciós része, ez viszont hatásos. Tehát, hogy ez most már fáj Oroszországnak. Nyilván nem annyira gyorsan, mint ahogy ezt szeretnénk, és ez nem napokban mérhető, de ez is például egy olyan fegyvertény, amit én azt gondolom Putyinek nem gondolták, hogy ilyen messzire elmegy az Európai Unió. Én ezért gondoltam. Én három dolgot szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban. A gazdasági szankciók fontosak, jók, amíg nem vonatkoznak az energiaszektorra, addig valójában nem jelentősek. A helyzet az, hogy az orosz költségvetés nagy része az energia eladásából van. Egy olyan kontinenst építhettünk föl, ami finanszírozza azt a 64 kilométeres konvojt, ami Ukrajnába tart, hiszen mi fizettük ki azzal, hogy nem teremtettük meg az alternatív energiára való átállást. Ebben az oroszok aktívan dolgoztak, hogy ezt ne teremtsük meg. A horvát-magyar interkonnektortól kezdve blokkoltak mindent, amit tudtak. Ez az első. A második az, hogy volt egy bejelentés, ami lényegében megváltoztatta, és ami meg tudja oldani ezt a konfliktust, tehát a háborús cselekmények kívül szerintem is, de az pont a Scholz kancellár bejelentése volt, hogy Németország elkezd fegyverkezni. Abból a szempontból már nem fogunk visszatérni, hogy Európának kell védelmi ereje. Szerintem ezt mutatta meg ez az egész, hogy oda már nem tudunk visszatérni, hogy nekünk majd minden ilyennél, ami jönni fog, mert jönni fog másfél év múlva, meg két év múlva, mert majd lesz szárazföldi összeköttetés Kaliningráddal a balti országokon keresztül, meg a jó Isten tudja micsoda, addigra nekünk fel kell arra készülnünk, hogy megvédjük mi, európaiak, önmagunkat. És a harmadik dolog, hogy én értem, hogy az orosz karmesternek majd el kell ítélnie a háborút ahhoz, hogy fellépjen a milánói operába. De ne menjünk abba bele, hogy bármilyen módon kollektíven az oroszokat elkezdjük elítélni, vagy az orosz nép kollektív felelősséget akár csak fölvetjük emiatt az egész miatt, mert akkor fogunk két olyan realitást létrehozni a világban, amiből soha nem lesz béke itt a mi szomszédos országunkban. Bocsánat, kollektív bűnösséget egyre Putyin vetett fel az ukránokkal szembe, tehát nem fordítva, és ugye arról beszélünk, hogy egy-egy embernek individuálisan döntést kell hoznia, hogy melyik oldalon áll, és ezt mindenki maga meg tudja hozni, és ennek van ennek a döntésnek egy morális következményes értelemszerű. A másik, hogy még egyet hadd mondjak, hogy bocsánat Péter, azzal nem kiegészíteném, nem pontosan, vagy nem értek egyet, inkább így mondom, hogy te megemlítetted. A gazdasági szankciók nem a legjobbak, hanem a pénzügyi szankciók és a személyre szóló szankciók. Azért nem a gazdasági kereskedelmi szankciók, mert az mind a két felet ugye érintheti. A pénzügyi szankciók sokkal élesebben és fájdalmasan hatnak, és bármennyire furán hangzik, de a személyre szabott az oligarha családja, a felesége, a vagyona, a zárolva van a Visa kártyája, nem tud Londonba a legdrágább étterembe enni, meg vásárolni, ez igenis az ő életüket kizökkenti a hétköznapi normákból. Tehát ezért, bocsánat, abban a szakmában egyetértés van, hogy a személyre szabott szankciók és a pénzügyi szankciók igenis ütnek, és az, hogy a SWIFT rendszerből kizárnak bankokat, az egy nagyon-nagyon kemény szankció egyébként, de valóban nem egy-két hét alatt, hanem inkább hónapokon belül érezteti jobban a hatását. Azért zárjuk el ezt a fejezetet, mert szerintem a nézőinket a magyar vonatkozások érdeklik a legjobban, és ezek közül Szijjártó Péter külügyminisztertől idézünk egy mondatot arra nézvést, hogy miért gondolja a magyar kormány azt, hogy fegyvereket Magyarországon át Ukrajnának nem szállíthatnak. Ezt ugye Szijjártó Péter úgy indokolta meg, mindjárt láthatják igazániból az utolsó mondatban lesz majd a lényeg, hogy szerint azért volt erre a döntésre szükség, mert hogy biztosítsuk azt, hogy Magyarország, illetve a kárpátaljai magyarság biztonsága meglegyen, és erre reagált úgy, és ezt az idézetet is meg tudjuk mutatni a volt lengyel kormányzó Donald Tusk, hogy szerinte valahol nagyon máshol lenne Orbán Viktor és Szijjártó Péter helyen, most majd mindjárt láthatják, hogy hát nagyjából a Gazprom igazgató tanácsában. Ezek már messze olyan mondatok, amiket a diplomáciában soha nem hallottunk. Egyébként Manfred Weber pedig úgy reagált, hogy a magyar kormány elképesztő kettős játékot űz Ukrajna ügyében. Bocsánat, a magyar kormányt azért hallottunk ilyen mondatokat, meg Szijjártó Pétertől. Viszont azért ritka. Így beszéljünk először arról, hogy... Kormánytisztviselő azt mondta, hogy a bírósági rendszer nem megfelelő, akkor ennél súlyosabb mondatok voltak. Ez csak kiegészítésképpen. Biztonságpolitikai szempontból nézzük meg először, aztán diplomáciailag, és kérek mindenkit, hogy rövid legyen, mert a következő bejelentkezőnk már itt van a vonalban. Realitás ez?
Mert hogy józan paraszti észsel, igen, kárpátaljai magyarok már meghaltak ebben a háborúban. Én azt gondolom, hogy a kormányzat kommunikáció egy kicsit alternatív valóságot vetít. Tehát, hogy egyrészt azt tisztázzuk, tehát, hogy Magyarországon keresztül a határa, ha eljut fegyver, azt nem magyarok viszik tovább, ez az első. Azért ukránok jönnek, és egy logisztikai hálózatot kiépítve viszik a frontra, hogy harcolni tudjanak vele. Nyilvánvalóan abban van egy részigazság, hogy ezt Oroszország nem fogja hagyni, tehát Oroszországnak nem érdeke, hogy fegyverek jussanak úgy ukrán katonák kezébe, mondjuk Harkovban vagy Kijevben, amit az orosz haderő ellen tudnak használni, és ezeket támadni, tehát ezeket a konvojakat adott esetben támadni fogják. De onnan ez egy nagyon erős logikai ugrás, vagy egy ilyen, nem tudom, hogy fogalmazza, hogy ebben tulajdonképpen Kárpátalja meg fog semmisülni, mert hogy ez így ebben a formában nem igaz. Az elmúlt napokban többször látszódott az, hogy a kormányzat riogat. Például ilyen riogatás volt az is, hogy fölkészül a Magyar Honvédség arra, hogy felfegyverzett csoportok átjönnek a határon. Tehát szeretném tisztázni, hogy a nézők értsék, senki nem akarja megtámadni Magyarországot, és Magyarország nincs katonai szempontból egyáltalán veszélyben. Tehát ez egy alapvetés. Az, amire inkább készülnünk kellene, az, hogy a menekülteket jól tudjuk fogadni, és adott esetben, hogyha sebesültek érkeznek Ukrajnából, azokat el tudjuk. Folytassuk akkor majd innen, az uraknak egy pici türelmét kérem, mert ugye vonalban van Mitrovics Miklós, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának a tudományos munkatársa. Jó estét kívánok! Arra kérném, hogy röviden próbálja a nézőinknek megvilágítani azt, hogy az amúgy nagyon sok dologban uniós szintéren egymás mellett mozgó Lengyelország és Magyarország most miért mozog gyökeresen más pályán? Ugye tudjuk, hogy az alapkonfliktus az az Oroszországhoz való viszony, és ugye azt is, hogy Lengyelország például egyértelműen benne van abban, hogy az országán keresztül utánpótlás érkezzen, fegyverutánpótlás Ukrajnába. Jó estét kívánok! Miben van ez a töréspont? Hogyan magyarázható ez Magyarország és Lengyelország mostani magatartása között? Jó estét kívánok! Hát végül is a kérdésre válaszolt is egyben. Lengyelország és Magyarország között az alapvető különbség, hogy Magyarország az orosz politikát egészen máshogy kezeli, mint Lengyelország. Lengyelország nem most kezdett el más politikát folytatni ebben a kérdésben, hanem 30 évvel ezelőtt. Azóta volt egy narancsos forradalom, azóta volt egy Euromajdan, és minden egyes alkalommal a lengyel politika, az ukrán egység, az ukrán szuverenitás és az Ukrajna Nyugat-Európához való csatolásának a szószólója volt. Teljesen egyértelmű, hogy most is ezt a politikát viszik. Egyébként függetlenül attól, hogy éppen Donald Tusk volt a miniszterelnök, vagy éppen most Tadeusz Morawiecki, nincs ebbe különbség. A lengyeleknek az ukrán állam szuverenitása, egysége, biztonságpolitikai kérdés. Soha ebben semmi változás nem volt. Azt a nagyon erős kijelentést, amit Tuszton már idéztem, hogy hol lenne Orbán Viktor és Szijjártó Péter helye, nyilván ebben a formában nem osztja a jelenlegi lengyel kormány, de hogyan ítélik meg a magyar kormány mondjuk az elmúlt két hétben történt kijelentéseit, lépéseit? Hát nincsenek rajta meglepődve, mert ezt mindig is tudta a mostani lengyel kormány, hogy a magyar kormány milyen orosz politikát folytat, és milyen ukrán politikát folytat. Csak egy ideig szőnyeg alá lehetett söpörni. Aki ismeri ezt a kapcsolatot, az mindig tudta, én is mindig mondtam, hogy a magyarok-orosz kapcsolata egy időzített bomba a lengyel-magyar kapcsolatokba. Tehát azt kell mondjam, hogy a jelenlegi kormány is rendkívül elégedetlen azzal, amit a magyar külügy csinál, a magyar kormány csinál, csak természetesen hát az elmúlt évek jobb kapcsolatára tekintettel nem teszi ezt nyíltan úgy szóvá, ahogy egyébként most nem csak az ellenzéki politikusok teszik szóvá, hanem az utcai tüntetéseken, a sajtóban, mindenhol ezt lehet olvasni, hogy a magyar kormány külpolitikáját, a magyar kormány álláspontját, állásfoglalásait kritizálják, táblákon tüntetésekkel látjuk, hogy elégedetlenek a lengyelek azzal, amit Magyarország csinál. Mondjuk engem meglep, hogy miért nem tudták ezt eddig, hiszen erről azért a lengyel sajtóban rengeteget lehetett olvasni az elmúlt 8 évben. Mitrovics Miklós, köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni, további szép estét kívánok. Most megint egy kicsi reklámszünet jön, aztán nagyjából innen folytatjuk, hogy akkor pávatánc folytatódik, vagy nem, mert hogy azért egyre több európai hang arról szól, hogy most már a magyar kormánynak is vagy ide, vagy oda kell állnia, és még a gazdasági hatásokról is fogunk majd beszélni, térjenek vissza a reklám után.
Folytatjuk is. A második részt nagyjából ott hagytuk abba, hogy ugye a Lengyelország, lengyel-magyar kapcsolatok alapján Lengyelország azt várja Magyarországtól, amit nagyjából az uniós országok is, hogy akkor mondjon át vagy bét ebben a háborúban, és azt, hogy akkor az Oroszország elleni szankciókkal és az Ukrajnával kapcsolatos tervekkel hol áll, és úgy tűnt egy pillanatig, hogy ebben akkor mondott most át vagy bét a magyar kormány már a Fideszes és KDNP-s uniós képviselőkön keresztül, mert hogy az Európai Parlament már egy állásfoglalást fogadott el az orosz agresszióval összefüggésben a mai plenáris ülésen, és erről első körben Újhely István MSZP-s uniós képviselőtől értesülhetett a magyar közvelemény, és ő azt mondta, hogy milyen meglepő, de a kormánypárti képviselők elfogadták azt, vagyis hát igen nyomtak arra a határozatlan, aminek mondjuk része a magyar ellenzék által csak orosz kémbanknak titulált pénzintézettel kapcsolatos szankciók bevezetése, vagy a Paks 2 mögötti orosz bankkal kapcsolatos szankciók, illetve a letelepedési kötvények orosz vonatkozásának felülvizsgálata. Snitt, aztán eltelt pár óra, és mutatjuk azt, hogy Dajs Tamás Fideszes uniós képviselő mit rakott ki a Facebook oldalára, mert hogy ő meg azt mondta, hogy egyáltalán nem ez az igazság, röviden fogalmazok, szerinte Újhely István reggel is hazudott, meg este is hazudott, mert hogy szerinte az történt, hogy nem támogatták a határozat azon részeit, amelyek a magyar ellátás biztonságot veszélyeztethetik, és ha minden igaz, Ungár Péter egy C-verziót fog most itt nekünk előadni, mert hogy utána nézett ennek a döntésnek. Autóban hallgattam erről, hogy mit mondanak, és ha jól látom, megvan a jegyzőkönyv, tehát én azt érzem, hogy itt valószínűleg Újhely Istvánnak lehet igaza, hogyha megvan erről a szavazási jegyzőkönyv. És akkor hol volt Dajs Tamás? Mágneses viharba került, valószínűleg. Bocsát, szóval én szerintem ezt az egészet úgy kéne kezelnünk, ha szabad ilyet mondani, vagy én legalábbis úgy kezelem, talán így pontos, hogy óriási erőfeszítéseket tesz a kormány, hogy most valahogy valamilyen formában lerúgja magáról azt, hogy ő nem Putyin pincsie, amit ugye korábban Orbán Viktor mondott másokra. Tehát látható módon ezek mind ugyanabban a sémába illeszkednek. Szerintem érzékelték azt, hogy megszűnt a harmadik utas, magyar út politikája, hogy én majd lavírozok itt a nagyhatalmak között, mert én vagyok a nagyon okos, és az értékalapú külpolitikát az csak a hülye országoknak találtak ki az okos országok. Én azt látom, hogy megszűnt ez a mozgástere. Az Orbánék rájöttek arra, hogyha ettől most eltérnek, akkor egészen biztosan politikai öngyilkosságot követnek el, most nemzetközi szintéren értem ezt. Kettő, a magyar ellenzéknek szerintem az az érvelése, ami rávilágít arra, hogy itt egy Putyin barát, orosz vezetett, ugye Szijjártó Péter megkapta ugye a barátságért érdemérmet, ennél már csak a hőszovjet anya lett volna neki jobb, én meg is kérdezte, hogy mikor adja ezt vissza, és hogy nem szégyeli esetleg most már magát, hogy itt a mellén viseli a szíve fölött. Tehát magyarul én azt látom, hogy az ellenzék helyesen mutat rá arra, hogy itt egy teljesen téves orbáni politika zajlik, és ezekkel próbálja ellensúlyozni ezt nagyon nagy erőkkel a mostani kormányzat. Tehát én mind ezeket a döntéseket, a dajcsi kommunikációt, azt nagyjából ugyanebben a klasszikusokat idézünk, és sikerült? Melyik? Szerintem nem. Annyi sikerült, hogy látszólag az egységet nem bontja Magyarország, tehát így újjal nem lehet rámutatni, hogy nalán most is másképpen szavaztatok, az lenne a politikai öngyilkosság szerintem. Orbán ennél okosabb, ezt nem követi el természetesen egészen biztosan, de a múlt most hirtelen egy picit más kontextusba helyeződik, amikor békeidőben lehet játszani ezt a mindenkivel jóba vagyok, de ilyen éles helyzetben nem. De retrospektíve szerintem ez az orbáni politika teljesen más fénybe került. Éppen ezért én azt gondolom, hogy ez hosszú távra megszűnik, ez a hinta politikára lehetőség. Igazán én nemzetbiztonsági szempontból nézem ezeket a kérdéseket, és számomra az egy jó hír, hogy az, ami az elmúlt évekre, vagy az elmúlt 10 évre jellemző volt, az a komoly orosz előretörés titkosszolgálati szempontból, ami egyébként igencsak Magyarországot jellemezte, és hogy az oroszok tényleg nagyon komolyan itt befolyásoló tényezőként jelen voltak. Ez most meg fog fordulni, és ebben, hogy ezt most hogyan fogadják el, és aláírják, és utána magyarázkodnak, én bocsánat, erre kicsit hátralépve azt mondom, hogy ez engem annyira nem érdekel. Engem az érdekel, hogy ezek a folyamatok elinduljanak, hogy például ez, hogy
a médiában hallottuk, ez a kémbank, mert így jobban értik a nézők, ez például kivonuljon Magyarországról, és ezeket a témákat végre tényleg szakmai alapon rendbe tudjuk itthon tenni. Ha ezt sikerül, akkor azt gondolom, hogy ez az országnak de jó. Ezt a három témát, amit az ellenzék is kiemelt, a kémbankot, a letelepedési kötvények, meg a Paks 2 ügyét, azt ebben a helyzetben kiemelten figyeli az Unió? Igen, hát ugye Paks 2-nek az egész engedélyeztetése úgy működött, hogy amúgy egy német kötőjel orosz közös lobbit kellett végrehajtani ahhoz, hogy ez megtörténjen. A finn, szintén orosz technológiájú atomerőmű nem fog megépülni. Én őszintén nem látom most annak a lehetőségét, hogyha ez így folytatódik, ez meg fog tudni épülni. Tehát itt azt várjuk, részben, hogy a miniszterelnök úr elmondja, hogy az LMP-nek, mint az egyetlen pártnak, ami ugye kezdése óta ellenezte ezt a projektet, ebben igaza volt, ezt ugye nem fogja megtenni. Ezt mondjuk még várhatják. Jó, de mi azért várjuk. A másik pedig az, hogy ez azért jelenti azt, hogy ezt a pénzt, vagy legalábbis annak a pénznek egy részét, amit majd valószínűleg nem kell erre költeni, azt mire fogjuk költeni. És a másik dolog, ami szerintem fontos ebben az egészben, hogy én teljesen egyetértek azzal, hogy itt van egy ilyen kettős játék, hogy megszavaznak dolgokat, aztán néha meg másokat mondanak. Az egész nem viszünk fegyvereket téma arra utal, hogy legyen egy ilyen kikacsintás ebből a retorikából, ami eltávolít minket attól, amit a lengyelek vagy a románok csinálnak. De azért az van, hogy a NER-nek a bázisa, ami nem a legteteje, sokkal lassabban mozog ezekben a dolgokban, mint ahogy a miniszterelnök meg a szűk köre. Tehát nem csak a közmédia, hanem ezek a fizetetlen, fideszes ilyen Facebook huszárok, médiaértelmiségiek, akár Bayer Zsolt mai cikke, egyszerűen mindig le vannak még maradva egy brosúrával, mert ugye nem lehet ezeket a dolgokat ilyen gyorsan összekötni, és mivel ők eddig is az orosz propaganda alapjait kapták meg gondolati sémának, a hanyatló nyugat, a keresztény civilizáció védőszentje, a sérelempolitika, ugye ezeket kapták meg folyamatosan, ezt nagyon nehéz levetkőzni 6-7 nap alatt, úgyhogy ezért mondanak olyan dolgokat, amiket egy magát antikommunistának tartó oldaltól nevetséges. Én például volt olyan beszélgetésem ilyen jobboldali, hogyha ennyi adomázást megengednek nekem jobboldali emberrel, mi a baj a Donyeck, Luhansk, mert ott oroszokének mondom, tegyük fel, hogy semmi baj nincs, miért népköztársaságnak nevezték el őket? Akkor legalább ezen értsünk egyet, hogy azért ez így branding szempontból kellemetlen ebbe a régióba. Nem, már ez sem. Tehát egyszerűen a saját történelmi tapasztalataik, a saját geopolitikai felfogásuk ellen is ment az egész gondolati séma, ami bejött, és bár mondom, egyetértek Mesterházi Attilával, hogy a felszínen a maga miniszterelnök gyorsan váltott ebbe, ez nem vonatkozik a teljes oldalra. Szabad még bocsánat, ezt hozzátenni valamit? Csak azért, mert ez érdekes, ugye, szerintem azért érdekes, amit mond a Péter, mert 2008-ban, amikor Gúrziával szemben az oroszok ugye ugyanilyen agressziót csináltak, akkor a Balaton szárszon az Orbánnak volt egy beszéde, amit érdemes mindenkinek a Facebookon megnézni, hogy ott a miniszterelnök, tehát nem én, nem te, nem ellenzéki csúnya politikusok, hanem Orbán Viktor maga, tehát egy jobboldali szavazónak ajánlanám, ha szabad a figyelmükbe ilyet ajánlani. Hallgassák meg, hogy akkor Orbán Viktor hogy beszélt egy orosz intervencióról, invázióról, agresszióról, és ma mit látnak, hogy mennyire óvatoskodik a miniszterelnök, hogy bármilyen kemény szót használjanak Oroszországgal kapcsolatban, hogy mennyire későn léptek kommunikációs szempontból elítélni ezt a mostani cselekedetet, és szerintem abból teljesen világos lesz, hogy itt valami történt az akkori időszak és a mostani időszak között. Ezért mondom én azt, most, hogy a miniszterelnök nem tud szuverén döntést hozni, ha Oroszországról van szó, hogy emögött gazdasági érdek van, vagy emögött bármilyen más zsarolási potenciál van Moszkvába, ezt én nem tudom. De hogy világosan látszik, hogy ebben az Orbán nem tud teljesen szabadon dönteni, az egészen biztos. Hát ugye az lehet, hogy akkor az ellenzéki politikusok szerint a kormány meg a kormánypárti holdudvar kicsit lassan mozdul és le van maradva a fájbrosúrával, de ami biztos, hogy nincsen lemaradva, az ugye a gazdaság, mert hogy ahogy hát ezt elemzők belengedték, hétfőn a legtöbb tőzsdét megrengették a hírek, ez így történt egyébként Oroszországban is, a rubellel is így történt, de a hazai tőzsdén is így történt, mert hogy nagyon nagy mélyrepülést hozott a tegnapi kereskedési nap, ami részben az OTP mélyrepülésének köszönhető, a forintnak is rosszat tett.
Úgyhogy most a gazdasági fejezeten belül egy picit ráközelítünk arra, hogy Németországot hogyan érintik ezek a szankciók, mert hogy itt felmondottan már említettük az adás során is, hogy Németország nagyon gyökeres fordulatot produkált az elmúlt időszakban a háború előtt, illetve annak a kitörése után. Egyrészt ugye azzal kapcsolatban, hogy először ellenezték a SWIFT rendszerről való lekapcsolást, és abban is egy nagyon gyökeres fordulat történt, hogy a II. Világháború után óta először küld Németország fegyvereket ebbe a konfliktusba. Erről szeretném kérdezni most Skype kapcsolaton keresztül Hegedűs Dániel politológust, a German Marshall Fund munkatársát, aki itt is van, amit nagyon szépen köszönök, jó estét kívánok. Szóval minek köszönhető ez a nagyon-nagyon látványos német fordulat, amit ugye korábban hazai kormánypárti politikusok is úgy magyaráztak a német és az orosz kapcsolatot, hogy ez egy pragmatikus kapcsolat, üzleti alapokon nyugszik. Mi a változás alapja? Jó estét kívánok! A változás alapja egy pragmatikus helyzetfelismerés, nevezetesen az, hogy múlt hét szerdán alapjaiban változott meg úgy az európai biztonsági architektúra, mint pedig a nemzetközi rendszer, aminek az 1945-ben lefektetett alapjait gyökeresen forgatta ki a helyéből Vladimir Putyinnak az inváziója. És azt mondhatjuk, hogy a német kül- és biztonságpolitikában sem volt az ország 1949-es fennállása óta talán csak egy ehhez hasonló gyökeres fordulat, az a keleti politika a 70-es évek elején, ami akkor kialakította azt a meglehetősen együttműködés alapú és barátságos kapcsolatrendszert Oroszországgal, aminek most ez a fordulat valószínűleg egyébként a végét jelenti. Tehát valóban itt olyan tabuk dőltek meg, és olyan teljes egységes támogatásával a német politikai elitnek, amit vélhetően egy héttel ezelőtt, múlt hét kedden még bárki a science fiction kategóriájába sorolt volna a német politikai elemzők közül is. Mennyire felmérhető, hogy ezeknek a szankcióknak a bevezetése, támogatása milyen hatást gyakorol a német gazdaságra egyszerűbben, szóval mennyire fog fájni, és az átlag német választó ezeket mennyire fogja megérezni? Azt hiszem, hogy senki nem képes előre látni jelenleg azt, hogy milyen lesz nem csak önmagában a szankcióknak, hanem ennek a konfliktus eszkalálódásának a hatása akár a német, akár az európai gazdaságra. Ami jelenleg látható az, hogy dacára annak, hogy valóban Németország kivonult az északi áramlat 2 projektből, legalábbis felfüggesztette az engedélyezését, befagyasztották az orosz központi banknak a számláit, valóban ott Németország hozzájárult ahhoz, hogy Oroszországot kizárják a SWIFT rendszerből, az energiaszállítások egyébként működnek, tehát Németország továbbra is fizet az Oroszországból érkező földgázért és kőolajért, és vélhetően ennek az elzárása lesz az, ami adott esetben igazán keményen érintheti úgy a német, mint pedig egyébként az orosz gazdaságot. Ami látható, és bocsánat, tényleg csak egy mondat, az az, hogy a német politikai elit valóban tudatosan meghozta azt a döntést, hogy amennyiben szeretne érdemben reagálni erre az új biztonsági helyzetre, az lehetetlen olyan formában, hogy Németország ennek a gazdasági terheit és következményeit valamilyen formában ne vállalja fel, ne fizesse meg, és ez húzódik meg például az északi áramlatnak a felmondása mögött is. És hogyha ezek után is majd jön a kőolaj, jön a gáz, de drágábban? Nyilván ez egy nehezen kikerülhető helyzet rövid távon. Németország azonnal elkezdte az LNG, tehát a cseppfolyósított földgáz infrastruktúrájának a kiépítését. Ez nyilván egy olyan projekt, ami körülbelül 3-5 éves időtávlatba hozhat bármifajta hatást. Én úgy gondolom, hogy jelenleg nagyon kevesen vannak Európában, akik egy hétnél hosszabb időtávra terveznének. Abban az esetben, amennyiben Oroszország elzárja az energiaellátást, nem hiszem, hogy lennének rövid távú alternatívák, nem hiszem, hogy lenne olyan ország Európában, ami ezt nem érezné meg, de jelenleg, amit látunk, az egy olyan páratlan agresszió, nem csak Ukrajnával szemben, hanem az egész európai biztonsági architektúrával szemben, és a nemzetközi kapcsolatoknak a lefektetett rendszerével szemben, ami párját ritkítja az elmúlt 70 évben. Hegedűs Dániel, köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni. Szép estét kívánok. Folytassuk innen, hogy az, hogy Németország ilyen határozott, ilyen egységes és ilyen súlyos döntést hozott, annak mi lehet a hátterében? Az, hogy most egyszerűen fogalmazok, megengedheti magának, mert van forrása, tehát hogy van hova nyúlnia, ezt tudja finanszírozni ezeket a károkat, amiket a saját gazdasága is elszenved. Ez egyfajta morális elvárás talán a németektől, van valamiféle történelmi tapasztalat, ami miatt lépnek egy ilyet. Milyen válaszok lehetnek itt?
Bocsánat, ez valószínűleg itt a magyar politikát nézve nehezen értelmezhető, de ez egy morális és értékalapú döntés volt. Igen. Németország része, és azt gondolja, az elemző tökéletesen foglalt össze, majdnem nem is kéne semmi más mondanunk, mert kiválóan elemezte a helyzetet, köszönöm neki. Németország morális és érték alapon hozott döntést, aminek hajlandó az árát is megfizetni, talán így pontos a fogalmazás. Az egy másik dolog, hogy természetesen meg is vannak hozzá az a gazdasági háttere, ami miatt talán ezt könnyebben tudja elviselni, de mindenféleképpen fájdalmat is okozhat ez a német gazdaságnak, a német társadalomnak is esetleg. De ettől függetlenül én szerintem ez egy helyes döntés volt, és valóban történelmi léptékű. Én azért azt felvetném, hogy nem ugyanaz Németország kancellárja, mint volt. És nem ugyanazokat a pártokat vezeti. Szerintem én, hogy mondjam, próbáltam Angela Merkelről, hiszen mégiscsak egy végtelen nagy tehetségű ember, aki nagyon sokáig vezette sikeresen a német köztársaságot, de hát azért van egy új kormány, egy baloldali kormány, aminek van az egyik tagja a háromból, a zöldek, akik amúgy az északi áramlat kettőt a kezdetektől ellenezték. Ez azért fontos az ottani koalíciós egyeztetések miatt is. És én úgy látom, hogy a Scholz kancellár nagyon is jól érzékelte, hogy itt milyen változások vannak, és nagyon sok bátor döntést hozott. Ez nagyon érdekes, csak egy zárójel, hogy pont a külpolitikai jellemzések arról szóltak, hogy Putin azért időzített mostanra, mert hogy Németországban például váltás történt, és az új kancellár kb. Még az irodájának az ajtaját fogja keresni a folyosón. Most túlzom, remélhetőleg a Kremlbe ennél azért én azt gondolnám, hogy sokkal okosabb emberek vannak. Scholz kancellár, ezt mindannyian szerintem, akik itt vannak, tudják, egy nagyon régi motoros, és már látott mindennek az ellenkezőjét, tehát remélhetőleg erre nem számítottak. A másik pedig az, hogy hát a CDU-CSU szövetség azért sok szempontból még a szociáldemokratáknál is, és Mesterházi Attilának nem akarok egy fél rossz mondatot sem mondani, tehát ezt csak úgy a jegyzőkönyv kedvéért mondom, még a szociáldemokratáknál is több üzleti közük volt Moszkvához, tehát ebből a szempontból ez az új koalíció megkönnyíthette a döntéseket. Igazán én ezt a kérdést olyan szempontból egészíteném ki így, amit az elemző az előzőekben elmondott, hogy azért itt volt egy óriási lelepleződés, mint amit a beszélgetésünk elején is elmondtam, és én azt gondolom, hogy Németországban is ezt észrevették, és ez is egy nagyon-nagyon fontos lépéssorozatot indít el, amiben én azt gondolom, hogy Európa biztonságpolitikai szempontból tudja, érzi, hogy ez így nem maradhat, ez a fajta függés. Tehát ilyen szempontból ez igaz, hogy ennek a megteremtése most, hogy tehát ezeknek az alternatíváknak a megteremtése most 3 év, 5 év, én nem vagyok energetikai szakember, de hogy Európa ebbe az irányba elindul, ez biztos, mert egyszerűen nem tehet mást biztonságpolitikai szempontból, hiszen ez az a függés, amin keresztül, mint egyfajta ilyen marionett figurát nagyon-nagyon sok esetben az elmúlt 8 évben, például a krími annektálás után is valahogyan Putyin elnök mozgatni tudta. Én azt gondolom, az volt egy fordulat, és amit megint csak elszámolt Oroszország, hogy azt hitték, hogy ez így marad. És innentől kezdve ezen keresztül lehet mozgatni Európát. Ebben a németek élen jártak, abban, hogy fölvállalták azt morálisan, mindenfajta szempontból, hogy igenis, ők ebbe belemennek, és beleállnak adott esetben, még akkor is, ha fáj. Ez az, amit Oroszország szerintem rosszul mért föl, és én azt gondolom, hogy a nézők megnyugodhatnak az elkövetkező 3-5 évben, Európa olyan választ fog adni, hogy ez a függés, én azt gondolom, megszűnik Oroszország. Na jó, szemben. De ugye mit fog lépni ebben a helyzetben mondjuk az Orbán kormány, ha marad a választás után is, mert hogy mondhatja azt, hogy jó, hát a németek erősek, ők megtehetik, nekem meg egyébként a magyaroknak is fontos a jó árasított magyar rezsi, meg egyébként a magyar választásoknak is, mert nem tudom mióta egyik alappillére ez a magyar rezsicsökkentés, amit ugye Orbán Viktor elmondott, hogy kb. Oroszországnak meg az orosz gáznak köszönhetünk. Őt is belekényszerítik ebbe a váltásba? Én csak érzéseimet tudom, tehát én nem vagyok politikus megfogalmazni, de azt gondolom, hogy ebben is változás van. Egyszer a civil apályámban mondtam nemrégiben, hogy ha az Orbán kormányzat másként kezd viselkedni, ahogy Európa vagy a NATO elvárja, akkor ez nem megbocsátható most már. Hát én azt gondolom, hogy ezért fognak ebben a témában is más hangot megütni, mert velük szemben is az Európai Unió mást gondol. Ez az én véleményem. Egy-egy rövid végszó. Én azt gondolom, hogy ezt egy picit most nem tudjuk a magyar választásoktól függetlenül értelmezni ezt a kérdést. Tehát, bocsánat, erre most nem tudok olyan választ adni önnek, ami független a magyar választási küzdelemtől, hiszen Orbán Viktor szörtön abban a kontextusban helyezte, hogy amíg ő a miniszterelnök, addig aztán itt a rezsicsökkentés, és senki más ezt nem tudja produkálni.
ami természetesen hazugság. Tehát én azt gondolom, hogy ezt most egy picit így nem tudjuk értelmezni, nem is tenném, mert hát olyan mondatokat mondok, amit aztán utána kiforgatva, tudatosan félreértelmezve a választási kampányba is használnak, de szerintem más világ fog jönni egészen biztosan a választások után. Én azt gondolom, és ez is a választási kampányról szól értelemszerűen, hogy az orosz függéstől nem lehetett volna az elmúlt 12 éve teljesen leállni a földrajzi adottságok miatt, de az, hogy az Eurostat, és amúgy az orosz adatok szerint is mi vagyunk a régió leginkább orosz gáztól kitettebb energiagazdasággal rendelkező országa, az nem természetes. Tehát ezt lehetett volna mérsékelni, ha bármilyen szándék lett volna. Szándék nem volt, ennek meg megvan a következménye. De szerintem változik. De ez változik. Ha lehet, akkor még azért egyszerűen, hogy Kínáról is beszéljünk ebben a kontextusban. Hát végképp, már csak azért is, igen, hogy onnan behozhatja egyébként Oroszország azt, amit uniós forrásból, mert nyugatról elveszít. Na, de ez már egy másik műsor tárgya lesz. Köszönöm szépen a véleményeknek, véleményeket, önöknek a figyelmet. Most a legfrissebb hírek jönnek a híradóban. Holnap este is lesz Voks, akkor majd Rónai Egon számít a figyelmükre. Maradjanak velünk, szép estét.